Konszenzus, együttműködő hangulat jellemezte a jelenlegi önkormányzati ciklus utolsó szekszárdi közgyűlését. Így fogalmazott Berlinger Attila, a vármegye székhely polgármestere. A polgármesteri hivatal és a közgyűlés nevében a városvezető kisebb ajándékokat is átadott a most leköszönő képviselőknek. Október 10-én kerül sor arra az alakuló ülésre, amelyen már egy új testület folytatja Szekszárd város érdekében a fejlesztéseket és a város valamennyi rétegét, valamennyi polgárát remélhetőleg segítő kezdeményezésekkel teli, ötletekkel teli programot. Készül egy olyan gazdasági program, egy olyan városi önkormányzati program is, amelyet valószínűleg még ebben az évben napirendre tűzünk, amely már konkrét elképzeléseket, konkrét fejlesztési terveket is tartalmaz. A polgármester azt mondta, azon fognak dolgozni, hogy a város életében egy fejlődő, gyümölcsöző időszak következzen. Én azt gondolom, most a mai közgyűlés egy kicsit ebben a hangulatban telt el, tehát nem is az egyes napirendek közötti fontossági sorrend a lényeg, hanem az, hogy én azt gondolom, hogy megfelelő kulturált hangnemben sikerült lezárni ezt a ciklust. Az ülésen többek között egy olyan döntést is elfogadtak, amely az alakuló ülésre való napirendi pontok kiküldésének határidejét rövidre szabja. Az új képviselők így 7 nappal előtte megkapják majd ezeket.